Ez itt a ma reggel az m A koronavírus járvány alatt is folyamatosan szállítja az illegális bevándorlókat Európába az Alan Kurdi nevű civil hajó. Legutóbb hétfőn vett fel fedélzetére mintegy 150 migráns Líbia partjainál közben megkezdte működését az Európai Unió új tengeri művelete. A misszió feladata többek között a líbiai fegyverembargó betartatása, a líbiai partiőrség kiképzése, illetve az embercsempész hálózatok működéséről való információszerzés lesz. A témáról Tati, Tari Titanilla kérdezi a vendégét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz, Viola! És itt van velünk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye itt van az ellen Kurdi hajó, amely migránsokat vett fel a feldézetére, annak ellenére, hogy működik ez a bizonyos hadművelet, legalábbis elvileg, ami többek között a különböző hálózatokat és a parti is ellenőrzi. Ez hogy lehet? Hát ez a földközi tengeri misszió, ennek volt egy előzménye, egy korábbi misszió, amit aztán felfüggesztettek, majd megszüntettek. Itt az Európai Unióhoz tartozó országoknak a tengeri flotta egységei vesznek ebben részt, ebben az új küldetésben is. Kicsit új helyszínekre kerültek, kevésbé... Tudnak foglalkozni azzal, hogy a embercsempészek által útba indított uh, kis csónakokról mentsenek embereket, és azokat beszállítsák Olaszországba. Egy időszakban ez volt a fő tevékenységük. Most földrajzilag egy másik területen kezdtek műveletbe, és alapvető feladatuk, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, a fegyverembargó betartásának az ellenőrzése és a líbiai parti őrség uh, kiképzésének a támogatása. Hozzáteszem, hogy a, ez az Alán kurdi nevezető hajó, ez jól ismert előttünk 2015 óta a Soros György Nyílt Társadalom alapítványának a finanszírozásával működő egyik beszállító hajó aki érdekes módon mindig értesül arról, hogy az embercsempészek éppen hova, hány főt és milyen irányba indítottak útba, és ott megjelenik. Itt ebben a konkrét esetben is 150 főt vette a fedélzetére, miközben az előbb említettem a parti őrséget, akiknek a kiképzésében az EU flotta egysége részt vesz, figyelmeztető lövésekkel próbálta megállítani. Vagyis nem számít az sem, hogy milyen migrációs helyzet van, és milyen járványveszély van az a nagy üzlet, amelyik az embercsempészéssel, az afrikai és ázsiai tömegek Európába történő beáramoltatásával és azok a politikai célok, kell ezzel elérni szándékoznak, ezek sajnos továbbra is jól működnek. Ez, ez, ez évben regisztráltak, tehát akik az ENSZ menekültügyi szervezete által regisztrált, az több mint 19 ezeren érkeztek Európába. Egy részük Spanyolországba, egy részük Olaszországba, és egy jelentősebb részük pedig a balkáni útvonalon keresztül Görögországba érkezett. Említette a migráció és a járvány veszélynek az összefüggését. Ugye itt a hajó kapitánya is nyilatkozott, hogy hát fel tudják ismerni, ha valaki koronavírusos tesztjük ugyan nincs. De például mi történik akkor, hogyha felvet, most felvették ezt a 150 embert és valakiről kiderül, hogy fertőzött, akkor is ő partra fogják tenni őket itt Európában, Olaszországban mondjuk. A migrációs helyzet változásának egyik fontos összefüggése, a balkáni útvonalon az, hogy az érkezők nem tudnak átjutni a nemzetállamok határőrizetén, hiszen valamennyi a balkáni útvonalon levő állam lezárta határait, leggyakrabban a honvédségek igénybevételével, és ezáltal megakadályozzák a továbbjutást, és hát az egyes államok területén tartozkodók körülbelül megint csak hangsúlyozva regisztrált migránsok, mert ugye vannak, akik aztán nincsenek is regisztrálva, ez több mint 124 ezeren vannak a balkáni útvonalon, ezeket igyekeznek táborokba, elkülönítő helyiségebe venni, és hát szűrést végrehajtani. Tehát az Alan Kurdi fedélzetén valószínűleg nagy, nagyon érdekes tehetséggel rendelkező tengerészek vannak, akik ránézésre meg tudják állapítani a, az érkezők vírusfertőzöttségét. Tudnék tesztjük, nincs orvos, nincs a fedélzeten, és egyébként sincs móda a érkező 150 főbe esetleg levő, meglévő betegeknek az elkülönítésére. Az tehát teljesen biztos, hogy az illegális migráció, a társadalmi, politikai, biztonsági, elsősorban terrorista jellegű cselekményekre gondolok. Ezen túl megőleg egyre inkább közegészségügyi összefüggéseket is figyelembe kell vennünk, és figyelemmel kell kísérnünk például a balkáni útvonalra útba indulók legnagyobb kiinduló ország a Törökország, ahol az elmúlt napokban robbanásszerűen növekedett a vírusfertőzöttek száma, és így már teljesen világosan érthető, hogy Törökország a megkezdett határnyitást miért függesztette föl, és a görög-török határon a görög határt ostromoló migránsokat <kül> miért szállította el az ország mélységébe levő táborokba, ahol valami fajta orvosi ellátásban részesülhetnek, és így világosan látható, hogy milyen kritikus helyzet alakult ki a görög szigeteken, ahol az érkezők nagy számban történő zsúfolt elhelyezése önmagában egy potenciális veszélyt jelent a robbanásszerű vírusfertőzésekre. Pont Görögországból érkeztek ilyen hírek, hogy az illegális bevándorlók, akik azt mondják magukra, hogy fertőzöttek, például leköpik a rendőröket, hogy megfertőzzék őket. Ez, ez több európai országban tapasztalható ilyen, ilyen típusú jelenség. Ráköhög meg ráköp az érintettekre, mondván, hogy ő közben beteg. És ez, ez, egy rendkívül negatív, rendkívül furcsa az emberi érintkezésnek a legalapvetőbb szabályát és semmibe velő magatartás. De hát emellett azért Franciaországban késes támadást is elkövetett egy szomáliai migráns, aki embere, öt embert ölt meg, miközben lakbát kiáltott. Tehát a migráció, a terrorizmus és a, a vírussal összefüggő súlyos események egymást erősítő jelleggel rumbolják az egyes államok belső biztonságát, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. Beszéltünk már a zárt táborokról, Svédország most úgy döntött, hogy ők kiengedik a táborokból a migránsokat, mert hogy azt mondják, hogy a táborokban zsúfoltságban nincsen, nincsenek már meg a megfelelő körülmények, és hogy ott jobban, könnyebben megfertőzik egymást a koronavírussal. Mi a vélemény erről a megoldásról? De, e, Svédország e, egy egészen egyedi megoldást követ, e, tulajdonképpen hát elmondogatják az állampolgároknak, hogy milyen veszélyes ez a vírus, és hát utána meg majd úgy vannak vele, majd meg elmúlik, most az utóbbi napokban kezdtek el eh, valami fajta felhatalmazás, parlamenti felhatalmazás alapján bizonyos szigorító, korlátozó lakosságvédelmi intézkedéseket bevezetni. Az ön által kérdezett, hogy a táborokat mit tesznek a migránsokkal. Van ilyen másik európai országban is, sőt olyan is van, ahol kérdették, hogy átmenetileg állampolgári jogokba részesítik az ott lévő migránsokat, hogy igénybe vessék az egészségügyi ellátó eh, rendszer. És hát persze nem csak a migránsokat engedik ki a táborokból, hanem nagyon jelentős számban engednek ki a börtönökből is bűnözőket, hogy az ott lévőknél a vírus robbanásszerű terjedését meg lehessen akadályozni. Tábornok úrnak köszönjük szépen. Én is köszönöm.